Több mint egy hete nagy szabású gála műsorral nyílt meg a jubileumi Szent Márton emlékév Szombathelyen. Az ünnepség csak a kezdet volt, azóta gőzerővel folyik a további rendezvények előkészítése. A háttérmunkáról Szombathely MAD című műsorunkban beszélt a Szent Márton programiroda vezetője. Az a kortárs alkotói pályázat, amit meghirdettünk a tavalyi esztendőben, annak most január 31-el lezárul a jelentkezési határidejét. Ez is egy izgalmas dolog, hogy az iparművészek, képzőművészek hogy látják Szent Márton életét, hogy látják azokat a fontos értékeket, amit közvetít az ő élettörténet, és ezt hogy tudják az alkotásokban megjeleníteni. A zsűrizett művekből szeptember közepén nyílik kiállítás a Szombathelyi Képtárban. A Szent Márton drámapályázaton kiválasztott színdarab próbái is folynak már. Az előadás ősbemutatója március 5-én lesz a Vörös Sándor Színházban. Készül továbbá egy film is a szaváriai születésű szentről. Ez egy tévés film lesz, de mi kértük, hogy itt legyen egy sajtóbemutatója a moziban, majd ebbre is március folyamán kerül sor, még az utolsó simítások vannak a film kapcsán. Újdonság, hogy a napokban jelent meg a Szent Márton emlékív, amelyen a jól ismert köpeny megosztó jelenet mellett más a túri püspök életéhez kapcsolódó esemény és emlék is látható.